A Városházán tartott lakossági fórumon számos kérdés és felvetés hangzott el a lakosság részéről. Többek között fordítanak rá elég időt, és vajon a lakosság javaslata gyümölcsöző lesz-e? Azt látjuk, hogy a helyben élő, helyben dolgozó építészeknek is eléggé határozott véleményük van. És bár maga az arcolati kézikönyv elsősorban a lakosság felé szolgál, tehát a lakosság számára érthető nyelven kell, hogy megszólaljon, de a benne lévő tartalomnak ugyanakkor szakmailag nyilván megalapozottnak kell lenni. A településképi arculati kézikönyv Paks bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit az atomvárosban. Ezt a lakossággal folyamatos együttműködésben kívánják megvalósítani, így további lakossági fórumokra lehet számítani ebben a témakörben. Várják a leendő partnerek jelentkezését, véleménynyilvánítását a településképi szempontból meghatározó építészeti műemléki és természeti értékekre, valamint a településképi jellemzőkre vonatkozóan. A javaslatokat január 17-ig lehet benyújtani írásban a polgármesteri hivatalban Pakson.